Az új adóeljárási szabályozás koncepciójának megismertetése a célja annak a kétnapos adófórumnak, amelyet a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezett Nyíregyházán. Az eseményen kiemelt figyelmet kap az adóigazgatási rendtartás, vagyis az ER, valamint a megújuló adózás rendjéről szóló törvény, röviden az ART. Az előbbi tartalmazza az adóhatóság és az adózó közötti általános eljárási szabályokat. Tehát szabályozza az adózó adóhatóság előtti képviseletére, az ügyintézési határidőre, az adóhatósági döntésekre, az ellenőrzésre és a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket. 2018. január 1-től az alapelvek azonban frissültek. A cél az egyszerűsítés és a kockázatok csökkentése. Ilyen új alapelv, ez korábban nem volt a törvényben, a közérthetőségnek az elve. Ez azért nagyon fontos, mert a hatóság eddig is igyekezett ennek az elvnek eleget tenni, tehát próbál úgy olyan nyelvezetet használni, ami mindenki számára érthető volt, viszont ezt most már a jogszabály elején maga a jogalkotó várja a hatóságtól, hogy legyen ilyen, próbáljon, igyekezzen abba az irányba elmozdulni, hogy a határozatai, végzései, egyéb iratai valóban megfelelőek és érthetőek legyenek az adózók részéről. Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény az általános eljárások szabályait rögzíti rövid és áttekinthető formában. Ezek a szabályok eddig a közigazgatási eljárásról szóló törvényben szerepeltek, ezen túl az új jogszabály kizárólag az adóeljárásokra vonatkozik. A végrehajtási eljárások újra szabályozása nyomán pedig 2018-tól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lesz az általános végrehajtási hatóság.